legszélesebb és legteljesebb. Mert ott lehet új gondolatokat, új ügyeket megvalósítani. Na most mindaz, amit maguk csinálnak, az ezzel szembe megy. Ha volt itt központi irányítás, kérem szépen. Önök az önökkel szemben álló ellenzéket állandóan kommunistázzák. De hát, ha itt van bolsevik párt Magyarországon, akkor azok önök. Ne krákogjon, hanem szopogasson valamit, legyen olyan kedves. Nem észrevenni, hogy minden, amit csinálnak, az egy eszeveszett centralizáció, és mindent a kormányhatalomnak, sőt mindent a kormányfőnek és semmit az embereknek, hogy ez a szovjet típusú modell, hát nem kell ehhez nagy intellektus. Őszintén csodálkozom, hogy itt önöknél vagy intellektuális, vagy morális probléma van, vagy mind a kettő. Ez lenne a szabad Magyarország. Önök erre büszkék? Anyaik vannak, hölgyeim és uraim. Meséljék! Át fognak csoportosítani legalább 200 milliárd forintot, nagyságrendileg, mint a felsőoktatás költségvetése. Mert hogy ennyi a kis és közepes városok és a nagyközségek ebből származó iparüzési adó bevétele. Mit csináltak maguk? Semmit. Gyalázatos bandát képviselnek önök. Ölik az országot, az önkormányzatokat. Szégyeljék magukat. Szégyeljék magukat, nemzetrontó emberek. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik.